No, de hogy rátérek a költségvetés országos jellegű tárgyköreinek tárgyalására, vagy megemlítésére, szeretném megerősíteni azt, amit itt a Mi Hazánk frakcióvezetője tegnap elmondott, miszerint a Mi Hazánk mozgalom ezt a multik költségvetésének tartja, és számos nagy vesztese van ennek a költségvetési tervezetnek. Rögtön kezdeném az egészségügyel, az oktatással és a rendvédelemmel, de akár folytathatnám az önkormányzatokkal, akár a családtámogatási ellátások bizonyos szempontból történő felülvizsgálat esetén, mondjuk az egy és két gyermekes családokkal, vagy a devizalapú hitelesek sorsára hagyásával is, amelyről egyáltalán még végképp semmilyen egyetlen szó nem esett az elmúlt két napban. Az egészségügy, legalábbis amit Szabolcs-Szatmár-Berek megyében ebből lehet látni, bizony viharos sebességgel leépül. Igaz, hogy itt valósultak meg szabad szemmel is jól látható béremelések az elmúlt években, de bizony nagyon nagy magas a pálya elhagyók aránya, és amit itt a világháborút helyettesítő világjárvány idején a kormány művelt az egészségügyi dolgozókkal, gyakorlatilag egyfajta oltás zsarolás vagy oltás kényszerítés történt, az bizony nem fokozta a pálya, vagy nem növelte ennek a pályának a vonzerejét. De talán még ettől is súlyosabb a helyzet az oktatásban, ahol 160 ezer nettó forint környékén van egy kezdő pedagógus bére. Ezt azért érdemes ízlelgetni, tisztelt képviselőtársaim, hiszen ez körülbelül, nem is körülbelül, egészen pontosan azt jelenti, hogy egy kezdő pedagógus, mint ahogy egy kezdő rendőrjárőr is, 16 darab 10 ezerest, vagy 8 darab 20 ezerest kap a hónap végén a munkája eredményeként. Hát a jelenlegi inflációs környezetben a budapesti vagy éppen nagyvárosi lakásbérleti díjakat figyelembe véve, a mindennapi megélhetéshez kapcsolódó költségeket figyelembe véve, ebből gyalog a buszmegállóban nem nagyon lehet kimenni, nem hogy tisztességes megélhetést teremteni. Nem csoda tehát, hogy nagyon magas a pályaelhagyók aránya az oktatásban, és egyébként nem csak az ország kevésbé fejlett részeiben, hanem a budai iskolákban az elvileg pénzügyileg oly jól ellátottnak gondolt, vagy annak hitt, budai iskolákban is rendkívül sok pedagógus és asszisztens hagyja itt a pályát, mert egész egyszerűen nem tud megélni ebből a fizetéséből, még az esetleges nyári, Tesco-s, Lidl-ös vagy Aldi-s pénztári vagy egyéb munkavállalási, vagy egyéb munkakörben történő munkavállalás együtt sem tudnak kijönni, nem tudnak megélni, hova tovább lassan ennivalót sem tudnak már venni ezekből a fizetésekből. A rendőrjárőröknél, a kezdő rendőröknél ugyanez a helyzet. Nem véletlen az, hogy amikor a tilalom megszűnt, pár hét, két hét leforgás alatt legalább 300 rendőr szerelt le, és az a leszerelési hullámnak még csak az eleje. Hozzáteszem, én örülnék annak, ha nem lenne a Mi Hazánknak ebben igaza, de attól tartunk, hogy a rendőrségnél nagyon nehezen lesz megállítható ez a fajta leszerelési hullám. Nem véletlenül az a jelenség, amiről itt nem beszéltünk, mert igazából ezekről is kellene beszélni, hogy nagyon sok rendőr politikai pártokhoz kíván csatlakozni, politikai pártokba kéri a felvételét, de nem azért, mert politizálni akarnak, nem azért, mert leküzdhetetlen vágyat éreznek magukban ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a magyar belpolitika mocsaras iszabbirkózásába, hanem tudják azért, mert akik kirúgják őket. Mert akkor ezzel elérik azt, hogy a testülettől elbocsátják őket, de a rendőrségnél még sokszor ez sem eredményezi a szolgálati jogviszony megszüntetését, bár elvileg azonnali megszüntetése járna, de sokszor enyhe fegyelmi büntetésekkel tudják le a szolgálati előjárók, mert annyira nincs rendőr, hogy kénytelenek megszegni azt a hivatásos szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, amit egyébként nekik kellene legfőképpen betartani. De nem a rendőrök hibája, nem a járőrök hibája, és nem az alacsony beosztású rendőrök, vagy a tiszthelyettesi állománycsoport hibája, hogy ilyen helyzetbe kerültek, hogyha van pénz más területekre, akkor kellene találni forrásokat a rendőrség megerősítésére és a rendőri állomány megtartására, ugyanis ha más nem nézünk, csak mondjuk az elmúlt néhány történéseit, ami Kerepesen vagy Kispesten történt, azok a jelenségek, amelyekről korábban azt gondoltuk, hogy Észak-Kelet-Magyarországra vagy a Dél-Dunántúlra jellemzőek inkább, azok Pest megyében és a főváros egyes kerületeiben is egyre gyakoribbak, szubkulturális bűnözéshez kapcsolódó problémák, ezeknek a felszámolásában, megfékezésében bizony sokszor csapaterőt, létszámot kell felvonultatni, létszám megfelelő csapaterőben kell megjelenni az elkövetés jellegéből adódóan, de lassan nem lehet kiállítani semmilyen
csapat erőt, mert ahhoz mondjuk csapat kellene, a leszerelő rendőrök pedig értelemszerűen, vagy a nagyobb mértékű leszerelések ezt eleve lehetetlenné teszik.